Aki szarvas gulyás. Ételt osztottak a Szent György lovagrend tagjai Szekszárdon. A szekszárdi lovagok körében ez már a harmadik alkalom, hogy szilveszter közelettével jótékonysági ételosztást tartanak a Tolnai megyeszékhelyen. Ahhoz, hogy az ételosztás megfeleljen a járványügyi előírásoknak, egy helyi étterem nyújtott segítséget. Többek között kordont állítottak fel, és szigorúan betartották a 1,5 méter távolság megtartását. Azért, hogy ez minél könnyebben és minél jobban futtatható legyen ez a történet, ezért nejlonzacskókba, lezárható ételes dobozokba megfelelő módon higiéniai feltételek betartásával becsomagoljuk őket, mellé tesszük a kis nápolyt és a kis péksüteményt, és ezzel kívánunk boldog új évet minden egyes érkezőnek. Boldog új évet! Egyet! Szabó Ferenc azt mondja, ez csak egy kis része azoknak a jótékonysági akcióknak, amelyeket az Egyesület az év során szervezett. Úgy fogalmaz, ez nem csak a hajléktalanoknak szól, hanem minden rászorulónak, aki egyébként nem teheti meg, hogy hasonló különleges ételeket fogyasszon. Ez, hogy most főzünk egy ételt évvégén, ez csak egy igazi olyan karitatív tevékenység, egy olyan összetartás, ahol a lovagrend szekszári tagjai együtt vagyunk, ezt elkészítettük, és kiosztjuk azoknak, akinek szükségük van. Nem ez a mi tevékenységünk, ez csak egy icipici kis szelete. 300-a készült a különleges szarvas gulyásból, ami mellé még édességgel is készültek a szervezők.